Október 26-án nemzeti tanácsi választásokat tartanak Szerbiában. A vajdasági magyar közösség ekkor választja meg az új összetételű magyar nemzeti tanácsot. A magyar összefogás lista képviselői családlátogatási körutat szerveztek. Az ösztöndíjasokat keresik fel, hiszen az ösztöndíjazás fontos eleme a magyar nemzeti tanács programjának, a magyar összefogás által képviselt program céloknak egyik kiemelt eleme. De ezen kívül kulturális és oktatási intézményeket is látogatnak, hogy mindezt mi céllal mindjárt megtudják. Három olyan ösztöndíjas magyar kanizsai egyetemistával beszélgetett a küldöttség, aki Szerbiában folytatja a tanulmányait, és jövője szempontjából ígéretes, a Magyar Nemzeti Tanács által is kiemelten fontos szakmát választott magának. Szűcs Orsolya asztrofizikát és csillagászatot tanul majd Újvidéken, és nagyon nagy segítségnek tartja az MNT-től kapott ösztöndíjat. Az olyan diákokat, akiknek a családi háttere nem engedi meg azt, hogy a vonzás, tehát a lakáik vonzás körzetétől messzebbre menjenek egyetemre, azokat se determinálja be. És így nem vesznek el olyan tehetségek, akik többre lennének képesek, mint amennyire az anyagi helyzet, vagy akármi más engedi. Pióker Margit egyedül neveli két gyermekét a szerény családi nyugdíjból. Rengeteget kell hozzátennie azért, hogy Szabadkán tanuló, harmadéves gépészhallgató Kinga lánya és hetedikes Bence fia semmiben sem szenvedjen hiányt. Az MNT ösztöndíja nélkül Kinga nem is járhatna főiskolára. Nagyon sokat jelent, hiszen ebből fizeti a vizsgákat, a kollégiumot, a menzát, a hazautazást hétvégente, mert azért szeretném, mivel hogy csonka családban vagyunk, szeretném, hogyha a hétvége legalább együtt lenne, együtt telne el, és ez nagyon fontos nekünk. Az Entei gimnázium befejezése után Víg András sokáig gondolkodott, mit is válasszon, az angol nyelvet vagy az informatikát. Két indok is az utóbbi mellett szólt. Egyik, hogy szereti ezt a szakmát, a másik pedig a szerb nyelv, amelyet mindenképpen el szeretne sajátítani. Újvidékre pedig azért jelentkeztem, mivel hát a szerb nyelvet is meg kellene tanulnom, és az egy lehetőség lenne ott. Hát és a testvéreim is Újvidékre járnak, lakás is megvan már, úgyhogy az volt a legkedvezőbb opció. Két nap alatt 9 ösztöndíjas látogattak meg. A Magyar Összefogás lista jelöltjei elmondták, az ösztöndíjasokkal folytatott beszélgetés megerősítette az MNT ösztöndíjak jelentőségét. A teljesítményorientált, a hiányszakmákat kiemelten kezelő ösztöndíjazási rendszer bevezetésére szükség volt, hangsúlyozták. Emellett az Európai Kollégium mielőbbi megnyitása is fontos, tették hozzá. A listavezető Hajnal Jenő vezette delegáció, az Adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesület, a Magyar Kanizsai Tisza Néptánc Egyesület és a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület munkájával ismerkedett meg. Adorjánon az asszonykórus tagjaival és az őket kísérő zenészekkel beszélgettek el, Magyar Kanizsán és Horgoson pedig megtekintették a legkisebbek táncpróbáit. Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács tagja és a Magyar Összefogás jelöltje, pedagógusként nagyra értékeli, hogy a fiatalok felismerték annak fontosságát, hogy keresett szakokat válasszanak maguknak. Tudjuk, hogy a tanítóképzővel, az óvóképzővel, az óvóképző főiskolával nehezebb elhelyezkedni, és a jövőben arra is fogunk törekedni a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy azokat a szakokat karoljuk fel, és elsősorban azokat támogassuk, amelyek hiány szakmának számítanak. Tartalmas két napunk volt, nagyon sok információval lettünk gazdagabbak, úgy az ösztöndíjasok, mint az intézmények és a művelődés egyesületek részéről, értékelte a látogatás sorozatot a Magyar Kanizsai Körút szervezője. Igyekeztünk visszacsatolást kapni elsősorban az ösztöndíjasainkról, hogy az ösztöndíj milyen formában segíti a tanulmányaikat, van-e változtatásra szükség, hogyan képzelik a jövőjüket tovább tanulással, átképzéssel, munkahelykereséssel. Napos látogatás során hallottak, útmutatók szolgálhatnak majd az új összetételi Magyar Nemzeti Tanács munkájához. A látogatások Törökkanizsa és Csóka községben folytatódnak. A
A közügyek vendége pedig Nyilas Leonov Anita, a Magyar Összefogás lista jelöltje. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Családokat látogatott, művelődési, oktatási intézményekben járt. Mit tapasztalt? Tisztelettel köszöntöm Önt is, a tévéképernyője előtt ülőket is. A Magyar Összefoglalás lista vezetője és jelöltjei e héten, hétfőn és kedden Magyarkan és a községekben látogatták az ösztöndíjas családokat, az oktatási és a művelődési intézményeket, egy nagy családot, egy nagycsaládos nagycsaládot, akik három gyönyörű lányt nevelnek és küszködnek a jó pályaválasztással, a jó tanácsadással. Én azt hiszem, hogy a két nap alatt rengeteg hasznos információt kaptunk, visszajelzéseket, visszacsatolásokat arról, hogy a következő MNT felállásnak hogyan és merre kell lépnie, mit kell prioritásnak tennie. Igen, arra akartam kérni, hogy ezeket konkretizálja, tehát mi az, amit a terepen hallottak? Három olyan ösztöndíjas hallgatót tudtunk megkeresni, akik majd Újvidéken folytatják, vagy már Újvidéken tanulnak. Számukra elsődleges lenne, hogy az Európa Kollégium minél hamarabb befejeződjön, megnyíljon és birtokukba tudják venni. Ez a szakkollégiumi rendszer, amely tervezve van, délután oktatókkal, szaktanárokkal, neveléssel, tanulmányok kiegészítésével messze menően segítene a tanulmányék elvégzésében. Magyar közösséget formálna. Egyértelműen, és egy megbízható, gyönyörű helyen lennének, egymásnak is a segítségére tudnának lenni. Hisz emlékszem rá, én is kollégistaként mennyi segítséget kaptam a kollégiumon belül. Tanácsot, kinél kell órát felvenni, kinél hogyan kell vizsgázni, melyik tanárnak mi az erőssége, mi a gyengesége. Ilyen terepi kérés az az Európa Kollégiumnak a befejezése, amely idén, jövőre várható? Nagyon jó lenne, hogyha egy fél éven belül befejeződne, és a jövő tanévben már a hallgatóink ott kezdhetnék a tanulmányaikat. Hisz minden család ugyanazt elmondta, hogy évről évre a lakbérek költségei minden évben Újvidéken emelednek, és mindannyian tudjuk, hogy a rezsi is minden évben drágább és drágább. Mi az, amit még a terepen hallott, tehát mondta, hogy három családnál háromféle igényt fogalmazott meg, vagy lehetne esetleg így csoportosítani, az egyik az Európa Kollégium, a többi pedig? A többi pedig az, akik olyan szakmát választottak, mint az óvó és a tanító képzőbe járó hallgatók, akik tisztában vannak azzal, hogy a magyarok lélekszáma, a gyerekek lélekszáma fogy, és hogy egyre nehezebb lesz állást létesíteniük, mint végzett óvónők vagy tanítónők, a képzéseknek, a további képzéseknek a biztosítása. A tanítójelöltek mind kiemelték, hogy nagyon szívesen választanának utána esetleg egy vagy kétszakos tanárképzést. Ha erre lehetőség... Ez is régi téma már, ugye, igen, a kétszakos tanárképzésnek a bevezetése. És egy nagyon fontos lenne, hisz a szaktanárokból hiány mutatkozik. Már Magyarkan és a községben is az elmúlt évben felmértük, tehát a kétszakos tanárokra nagyon nagy szükség van. Ugyanígy szükségünk lenne pedagógusokra, pszichológusokra, logopédusra, defektológusra. Ezek mind olyan szakmák, amely a pedagógiáról nagyon könnyen elérhetőek. Egy alaptudásuk már a hallgatóknak a diplomával lesz, mikor befejezik. Sokkal könnyebb ráépíteni egy ilyen típusú másoddiplomát. Az egyik óvónő jelöltünk, a Martonosi, elmesélte, hogy ő nagyon szívesen foglalkozna majd utána sérült gyerekekkel, hisz egyre jobban látszik, hogy amikor sérült, enyhén sérült gyereket beintegrálnak normál tagozatra, hogy az óvónő és a tanítónő figyelmét meg kell osztani, viszont egyikük sem kapott ehhez szakirányú képzést. Ők is most tanulják, külön tanrenddel kell indulni, amely jelentős időt igénybe vesz. Ez is egy olyan opció, amely utána már folytatható és tovább görgethető lenne. De mindenek felett nagyon fontos az, hogy akiket tanítatunk, ha utána nem is tudna itt tanulni, Szerbiában tovább, és Magyarországra kényszerülne, hogy visszajöjjön, és utána itt kamatoztassa a tudását. Hogyan akarják visszahívni a például Magyarországon tanuló fiatalokat? Véleményem szerint az ösztöndíj az úgy ösztöndíj, ha nem csak a tanulásra ösztönöz, hanem van egy megkötés is benne. Én fontosnak tartanám, hogy kerüljön a szerződésbe esetleg egy olyan klauzula, amelyben benne van, hogyha tanulmányét befejezi, és tudunk állást kínálni a magyar lakta községekben, akkor itt dolgozzon, itt mutassa meg, hogy mit tudott, és legyen a közösségünk hasznára. Magyarországon is volt hasonló kezdeményezés a magyar kormány részéről. Nem biztos, hogy sikernek könyvelte el az ottani közvélemény.
változatos sikere volt, az biztos, de ha hiány szakmákról beszélünk majd, amelyeket én is felsoroltam, akkor ezekkel a hiány szakmákhoz biztos, hogy állás lehetőség is társul, és egzisztencia is. Akkor már mindjárt más megvilágításban van a történet. Mit értünk most hiány szakmák alatt az előbb felsoroltakon kívül, tehát hogyha egy kicsit a pedagógián, az oktatáson túllépünk, melyik irányba szeretnék a diákokat, a leendő egyetemistákat terelni? Mindenféleképpen az lenne a legjobb megoldás, ha olyan képzéseket választanának, amelyet már a több magyarságban nagyon sokan próbáltak, tehát hogy ne a műszaki szakfőiskolát, ne az óvó és a tanító képzőt, ne azokat a közel elérhető szakmákat, amelyek itt Szabadka környéken vannak. Próbáljunk meg orientálódni Újvidék felé. Tehát ott is lehet informatikát tanulni, lehet gépészetet tanulni. Az biztos, hogy a szerb nyelv ismerete egy nagyon nagy visszahúzó tényező. De kapnak az ösztöndíjasaink és a nem ösztöndíjasaink is segítséget abban, hogy szernyelvi felzárkóztató képzésen vegyenek részt, amelyről mindenki úgy nyilatkozott, hogy nagyon sokat segített neki. Akkor arról lehetett ugye hallani, hogy valamelyest változik majd a felsőoktatási ösztöndíjprogram. Ez mit jelent, hogy az elemek megmaradnak? Tehát említettük ugye a felzárkóztató szernyelvi képzést, a felvételi felkészítőt, utána mentorprogramot, a demonstrátorokat, az elképzelések szerint ezek maradnának? Egyértelműen maradnának, de előnyben kell részesíteni azokat a szakmákat, amelyekből nincsen képzett szakemberünk. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.